Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében az idén is megrendezésre került a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozata, az Országos Könyvtári Napok. Ennek a rendezvényen vagyunk most itt. Ezúttal is több mint 2000 könyvtár, várhatóan 7000-nél is több programot valósít meg. Én pedig nagyon örülök, hogy a mai délutánon vendégül láthatjuk itt Karcagon Nyári Krisztiánt. Ő napjaink sikerkönyvszerzője, irodalomtörténész, kommunikációs szakember, a Líra Könyv ZRT kreatív igazgatója. Sokáig PR szakemberként, közvéleménykutatóként élte életét és ért el sikereket. Aztán barátait szórakoztatva az egyik közösségi oldalon szerelmi történeteket kezdett posztolgatni a magyar irodalom nagyjairól. Ezekből a történetekből született az Így szerettek ők című kötet, amely azóta is nagy népszerűségnek örvend. Később megjelent kötetei az Így szerettek ők 2, a Festői szerelmek, az Igazi hősök, a Merész magyarok, és nekünk megvan már a Játékok és szerelmek című is, mind-mind a sikerlisták élére került. És hát az első kérdésem az lenne, hogy gondoltál volna, hogy most, amikor már a nyomtatott könyvek felett meghúzzák sokan a vészharangot, hogy pont ezekkel fog igazán sikeres lenni, tehát a könyvekkel, a papíralappal. Jó napot kívánok! Hát a rövid válasz az az, hogy nem, meg igen. Akkor a hosszú válasz az pedig az, hogy hát azért nem gondoltam, mert nem gondolkodtam rajta. Tehát ez tényleg a véletlen hozta, hogy engem ez érdekelt ez a téma, és a Facebookon az ember a barátainak üzenget mindenfélét, és én ezeket üzentem már, hogy ilyesmiket írtam oda. És aztán kiderült, hogy nem csak őket érdekli, hanem az ő barátaikat, meg azoknak a barátait, és lettek ennek olvasói. Azt viszont nem gondolnám, hogy meghúzták, vagy sokan a harangot azt meghúzták, de csak kolompol. Tehát szerintem a nyomtatott könyv az nincsen veszélyben, bizonyos típusú könyveknek leáldozik, a nyomtatott formátumnak legalábbis, mások pedig nem szűnnek meg. Éppenséggel Magyarországon az elmúlt 3-4 évben már az volt a tendencia, hogy újra több könyv jelenik meg, óvatosan napránként, de éppenséggel növekszik a kinyomtatott könyveknek a száma. Van persze baj bőven, meg van miért aggódni, de nem olyan katasztrofális a helyzet, mint azt lehet hinni. Amikor először ezek az elektronikus könyvek, e-bookok megjelentek a világban, akkor mindenki, vagy nem mindenki, de hát sokan, akik abból élnek, hogy ilyeneket jósolgatnak, azt mondták, hogy hát 4-5 év alatt tulajdonképpen, ha nem is tűnik el a nyomtatott könyv, de valamiféle különlegesség lesz belőle, mint a hanglemezből, hogy hát a gyűjtők azok persze megveszik, de attól minden digitális lesz. És aztán eltelt ez a 4-5 év, most már 10 is, és nem ez történt. És kiderül, hogy azért, mert a könyvekkel van egy speciális kapcsolata az embernek, szereti például birtokolni. És ezek a digitális tartalmak, ezek erre nem alkalmasak. Még egy dologra nem alkalmasak, nem lehet őket igazából ajándékba adni. És az ember pedig szeret könyveket ajándékba adni. Ami nem jelenti azt, hogy bizonyos típusú könyvek, azok nem tűnnek el, vagy nem tűntek el már is. Aki ismeri, Budapesten a Károly körúton van egy, volt egy orvosi könyvesbolt, aki arra jár, onnan emlékezhet rá, hogy egy csontváz ült a kirakatában. Ez volt az első számú orvosi könyvesbolt az 50-es évektől. És én, amikor oda 10 évvel ezelőtt valamiért betévedtem, akkor lényegében kizárólag csak orvosi könyvek voltak. 5 évvel ezelőtt már csak a fele, ma már csak egy polc.
De ez nem olyan nagy baj, mert ez azt jelenti, hogy engem a doktor úr az nem egy 50 évvel vagy 10 évvel ezelőtti könyvből akar gyógyítani, hanem olyan gyorsan fejlődik ez a tudomány, hogy erre megvannak a megfelelő digitális eszközök, és előfizet mindenféle digitális tartalomra, azt olvassa. Ez tulajdonképpen jó hír. Ugyanakkor azok a fajta könyvek, amik nem így függenek az időtől, a fejlődéstől, a gyorsaságtól, azok megmaradtak könyvnek. Amerikában nagyon-nagyon sok pénzt tett ebbe bele a technológiai ipar, hogy e-könyveket adjanak ki. Ugye az Amazonnak van a Kindle nevű olvasója, nagyon sok pénzt elköltött erre 10 évvel ezelőtt. És ott is csak 20%-ot ért el ez a, úgy, ahogy mondják, penetráció, tehát azoknak a száma, akik így olvasnak. Mert nem ugyanaz az élmény, és ez fontos. A racionális okok mellett fontos. Ez is pedig Amerikában nagy távolságok vannak, és számít, hogy milyen súlyú könyvet visz magával az ember, és a repülőgépek, a fapados repülőgépeknek a megjelenése az megemelte kezdetben az e-könyvolvasóknak az arányát, mert egyszerűbb azt szállítani. De egyébként azt látjuk, hogy él és virágzik, és van még egy oka, bocsánat, aztán visszadom a szót, hogy kezd rájönni ez a technológiai ipar, meg úgy általában az emberiség, hogy még mindig nem találta ki annál tartósabb formát a szövegek elmentésének, mint a nyomtatott forma, mint egy könyvtár. Egyre nagyobb bajban van a világ a digitális tartalmakkal. Egy 10 évvel ezelőtti fájlt, azt már nem olyan egyszerű megnyitni, mert nincsenek hozzá hardverek. 20 évvel ezelőtt itt szinte lehetetlen. A nyomtatott könyv megköszöni szépen 500 éve tartja magát, és levesszük a polcról, ott van benne a betű. Tehát most már az a jellemző, hogy azért lehetőleg mindent ki is kell nyomtatni, hogyha azt akarjuk, hogy megmaradjon. Nagyon szépen köszönöm a válaszát, és valóban így gondolkodunk mi is, akik itt ülünk, mert olvastuk sokan ezeket a könyveket. És a legtöbb könyvében ilyen emberi sorsokat próbál meg rekonstruálni. Nem tartja ugyan magát szépírónak, de mégiscsak ez a stílus, tehát ez egy ilyen szépírói stílus, mert nagyon élvezhető formában közöl ismeretanyagot, hogy biztos nem először kérdezik, és nem, hogy mennyi benne a szépíró, és mennyi a tényfeltáró. És mennyi a csúnya. Amikor elkezdtem ezeket a történeteket írni, és úgy elkezdtek rá többen figyelni, akkor sok szó esett arról, hogy mi ennek a műfaja tulajdonképpen. Mert azt mindenki érzékelt, hogy ez nem valami tudományos szöveg, de nem is olyan, mint a legtöbb szórakoztató fajtájú írás, hanem akkor ez micsoda. És ennek az az oka, hogy ebben ilyen zavarban vagyunk, hogy a magyar irodalomban, vagy egy általában, vagy akár az ismeretterjesztésben ez a köztes regiszter, ez nem nagyon van. Ez egyébként egy német kulturális szokás, vagy hatás. Mert ez nincs így sem az angol száz, sem a francia világban. Az angol ezt a köztes regisztert, ezt úgy mondja, hogy Middlebrow. Tehát mondjuk a népszerű életrajzok tartoznak oda. Olyan könyvek, melyek ismeretterjesztőek ugyan, de szórakoztatóak, és az a céljuk, hogy azoknak is elmondjanak valamit, akár egy tudomány eredményeiről, akár annak valami következményéről, akik nem abban a tudományban élnek naponta. Én ugye voltam valaha irodalomtörténész, már hogy ezért kaptam a fizetésemet, a Pécsi Egyetemen dolgoztam, és ott is azzal kerültem szembe, hogy a irodalomtudomány, mint minden leíró bölcsészettudomány egyébként, nagyon elzárkózó, nagyon arisztokratikus, és egy olyan metanyelvet használ, amit azok tudnak könnyedén olvasni, akiknek ez a szakmájuk. És mindenki más lényegében vagy ki van belőle zárva, vagy pedig nehéz feladat neki elolvasni, akár egy irodalomtudományos, akár egy művészettörténeti, akár egy történettudományi szakmunkát, mert olyan nyelven van, aminek az egyik funkció éppen az, hogy ilyen falakat emeljen a szakmabeliek, meg a szakmán kívüliek között. Máshol ez nem feltétlenül van így, és ott egy nálunk mindig meghökkennek azon, hogyha egy bármilyen tudományágból egy tudós
tud úgy is írni, hogy azt az egyszerű ember, az átlag olvasó, akinek nem ez a szakmája, is megértse. Máshol meg szinte kötelező, hogy így is írjon. Ugyanaz a tudós, mondjuk egy angol száz országban, az ír olyan tudományos munkát, amit nagyon kevesen értenek, de a tudományos életnek szüksége van rá, meg ír olyan népszerűsítő munkákat is, amiből sokan megértik, hogy ő mivel is foglalkozik. Zárójelben azért, mert hiszen ez mindez többnyire az ő adójukból történik. Nálunk ez nincs így, ez így alakult ki, és ezért az ember zavarba kerül, hogy ez micsoda. Nem mondanám szép írónak, hanem egyszerűen csak azt, hogy nekem fontos, hogy sokan értsék azt, amit írok, mert alapvetően a szórakoztatás a célom. Ezek ilyen szórakoztató, ismeretterjesztő munkák. Erre is van egyébként angol szó, ez egy infotainment műfaj. Nálunk ez is kevésbé van, és ezért jobb híján szokták azt mondani, hogy hát ez valamiféle ilyen értelmiségi bulvár, mert mégiscsak szórakoztat, történeteket mesél, nem úgy komoly dolog, mint egy nagy monográfia, és hát akkor minek nevezzük, de tulajdonképpen nevezhetjük bárminek. Azért nem mondom azt, hogy ez szép irodalom, mert a szép irodalomtól van egy olyan elvárásunk, hogy ez fikció legyen, tehát elmesél egy író egy történetet, vagy verset ír, vagy drámát. Én pedig mindig valóság alapú, tényalapú történeteket mesélek el, mert engem ez érdekel, ugyanakkor fontos nekem, hogy a mondatban legyen alany, meg állítmány, és lehessen érteni. Viszont én is úgy érzem, hogy sokszor átírja bennünk azt a képet, amit már kialakítottunk emberekről, hogy igazából példaképek nem maradnak, mert csak az emberi arcukat látjuk. Szóval jó az, nem kellene a mai embernek példaképek, akiről azt gondolja, hogy fedhetetlen volt, és... Szerintem... Vagy nekem nem az a tapasztalatom, olvasokkal beszélgetve, hogy ne lennének attól még példaképek a maguk területén azok, akikről írok, és akikről kiderülhet, hogy egyébként húsvér emberek voltak, nem pedig szobrok. Tehát, hogy pont az adja meg egy életműben, az adhatja meg annak a szerzőnek, vagy történelmi figurának, vagy bárkinek a jelentőségét, hogy annak ellenére, vagy azzal együtt ért el valami nagyot, hogy egyébként ugyanolyan gyarló ember volt, mint mi. Hát a szenteknek mindig könnyű, aki egész életében csak jót tesz, és csak a jóra gondol, az nincsen kitéve kísértéseknek. Hát igazából az, amikor egy, mondjuk nem egy magánéleti történetet írok meg, hanem mondjuk egy példaszerű történetet hősökről, akkor nekem fontos, hogy elmeséljem, hogy egyébként az élet rengeteg területén ők nem voltak szentek, hanem hétköznapi emberként éltek, vagy ha nem hétköznapiként, akkor is mindennapi emberként, és úgy tettek, hoztak valami fontos döntést egy közösség érdekében. De ez így van a művészekkel is. Az lenne a furcsa, hogyha ők ilyen tökéletes szentek lennének. Egyébként ennek is megvan a maga, mondjuk egy kultúrtörténeti oka, hogy mi miért ilyen életrajzokban gondolkodunk, vagy miért ezzel találkozunk elsősorban. A 19. század közepén, mikor megjelent a polgári iskolai oktatás Magyarországon, akkor egyszerűen az egyházi iskoláktól vették át a tanterveket, és a szentek életrajza helyett írók, költők, történelmi személyek, hadvezérek életrajzai kerültek, akik ugye mindenben tökéletesebbek, mint mi, mindig erkölcsösen döntenek, fölöttünk állnak, mint a szentek. És ezek gyökeresedtek meg sokszor az iskolai életrajzokban. És ezzel van, hát két baj legalább van vele. Az egyik az, hogy nem feltétlen igazak ezek az életrajzok, vagy nem úgy igazak, hogy egy életmű teljességét megmutatják. Mert ha le van belőle vágva körömollóval az a rész, amiben nem volt olyan tökéletes, vagy erkölcsi példa, az a szerző, akkor megcsonkul, vagy nem úgy látjuk az egészet, ahogy az teljességében volt. És van egy másik, aki pedagógus, azt talán meg tudja erősíteni, hogy minél hosszabb ideig csiszolódik egy életrajz ebben a kanonizációs folyamatban, mint Petőfi Sándor 150 évig, akkor egyszerűen nincsen rajta fogás.
és unalmassá válik a tanulók számára. Mi ennél rosszabb dolog nem történhet egy életművel, hogy unják. Meg szoktam kérdezni ilyen rendhagyó irodalomórákon diákoktól, hogy mi jut eszükbe Petőfi Sándorról. És hát, ha egyáltalán eszükbe jut valami, persze aki tanult róla, annak eszébe jut, hát valami olyasmi szokott, hogy a saját városuk főterén levő Petőfi szobor, vagy a budapesti Petőfi szobor egyik keze az égbe mutat, másik a kardján, és valami elérhetetlen, ugyanakkor egy nagyon unalmas dolog. És amikor kiderül, hogy ez egy 20 éves fiatal ember volt, ugyanolyan gyarlóságokkal, problémákkal, ráadásul elképesztően jó humorral, akkor mindjárt érdekesebb lesz. És ráadásul azzal közelebb a valósághoz. Pont ezt akartam kérdezni, hogy igazából hallottam, hogy rengeteg órát tart, és magyar szakos tanárként teljesen egyetértek abban, hogy ez a kronológikus irodalomtanítás nem arra való, hogy igazából megszeretesse a gyerekekkel az olvasást, de hogy fiataloktól milyen visszajelzések vannak, tehát egy-egy ilyen óra után ön szerint oda fognak menni, és le fogják venni a polcról az eredetit, mert hogy valahol ez is cél? Hát természetesen egy ilyen rendhagyó irodalom óra után nem érdemes várni semmiféle csodát, maximum el fel tudok villantani lehetőséget, és nagyon sok múlik a pedagógusokon, és nagyon-nagyon nehéz dolguk van a magyar tanároknak, minden tanárnak, de a magyar tanároknak azért is, mert a magyar irodalmi kánon az olyan, hogy bekerülni be lehet, de kikerülni nem, vagy nagyon nehezen, és ezért dagad az anyag, ami ráadásul központi tanterv szerint van most már. Tehát egy év alatt egy irtózatosan nagy anyagot kell leadni, és egy nagyon jó tanárnak kell ahhoz lenni, hogy megtalálja azon az órán csak azt az 5 percet, hogy hogyan tegye érdekessé. És ez nem is olyan könnyű, mert különben akkor megáll a menet, és lemaradnak, tehát van egy ilyen tornaóra feeling is, hogy felzárkozni, és ettől az érdekessége, az izgalma vészel, és persze említette a kronológikus oktatásnak a problémáját, ez tényleg egy nagyon nagy probléma, és ez tulajdonképpen egy olyan probléma, amin pénz nélkül lehetne változtatni, tehát nem arról van szó, hogy sok pénzt bele kell tenni az oktatási rendszerbe, és akkor jobb lesz, ez is igaz persze, hanem ugye ma az történik ezzel a kronológikus oktatással, hogy a legnehezebbek vannak az elején, óhatatlanul is, ami legkevésbé érthető. És amikor a diák átrágja magát Homéroszon, Dantén, bizonyos értelemben a legnehezebbeken, akkor kapja meg fokozatosan a egyre újabbakat, és ha egyáltalán idő van a kortársakra, akkor azt a legvégén. De addigra a nagy része már lemorzsolódott. Miközben lehet ezt máshogy is, tehát lehet mindig egyszerre kortársat és klasszikust tanítani. Franciaországban például egyszerre tanítják Molière-t meg a kortársakat, mert meg lehet találni ennek a módját. Mindenesetre ez biztos, hogy sok problémát okoz, és ez azért is probléma, mert persze az jó, hogyha valakinek fontos az irodalom, és kitart mellette, és akkor egész életében olvasni fog, de ez tényleg a kisebbség. És ugyanakkor pedig rendkívül nagy veszteség azok, akiknek ez egy ugyanolyan leküzdendő tantárgy, mint a legtöbb tantárgy. Tehát aki úgy áll hozzá, mint a másodfokú egyenlet megoldó képlete, az az emberi élet során általában azoknak kell, akik mérnöki pályára mennek, vagy matematikával foglalkoznak, de ez egy kisebbség. És egyébként meg elfelejtjük. Ha azt nem is, de tudnék mondani pár képletet, amit nyilvánvalóan elfelejtettünk. Tehát mondjuk szögfüggvényeket én életemben nem használtam, és azt mondta nekem a matematika tanárom, majd amikor az élet során elő fog kerülni, akkor hogy fogom sajnálni, hogy nem figyeltem. És bizonyára igaza volt, de nekem úgy alakult az életem, hogy nem. De azt nagyon sajnálom, hogyha valakinek úgy alakul az élete, hogy nem fog olvasni. Mert annak van egy plusz funkciója, mégpedig az, hogy az irodalomnak van egy az élet használatához szükséges funkciója, tehát mondjuk például a verseknek, hogy mondjuk a legabstraktabb dolgot mondjuk,
Amióta emberi civilizáció van, nem találtak ki annál hatékonyabb módszert, hogy az érzelmi tapasztalatot átadja egyik generáció a másiknak, mint a verset. Lehet tartani egy hatnapos konferenciát az elmagányosodásról, vagy vastag köteteket kiadni a magányról, de annál tömörebben és pontosabban, hogy a semmi ágán ül szívem, ezt nem lehet kifejezni. És ez egy készség, amit egész életünkben használunk, amit elsajátítunk. Ehhez nem kell irodalmárnak lenni. Ezt egy hentes mester, vagy egy mérleképes könyvelő is használja a mindennapokban, ezt az érzelmi absztrakciós képességet, amit az irodalommal lehet megtanulni. Így hogyha maga az intézményrendszer, az oktatás fekszik keresztbe, hogy ez olyan könnyen elsajátítható legyen, hát tulajdonképpen saját magának árt, meg mindannyiunknak, de most már nagyon elkalandoztam. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, mert szóval ezeken elgondolkodtam, miközben olvastam a könyveit. Indulatos vitákat is kiváltott néhány írása. Én újra olvastam ezeket az élettörténeteket, gondolok itt a Kölcsey történetre, ami már úgy elhíresült, de soha nem éreztem azt, hogy tiszteletlenül szólt volna a nagy magyarokról. Hogy viseli a kritikát? Szeretem a jó kritikát, vagy a jó vitákat szeretem. Tehát például ennél a Kölcsey vitánál volt egy okos vita, meg egy buta vita. Zárva el kell mondanom, hogy miről szólt, persze, azt is utána, hogy miről szóltak ezek a viták. Majd hiszem én. Tehát ugye én arról írtam egy történetet Kölcsey Ferenc életéből, hogy ő 1810 és 14 között legalábbis szerelmet érzett egy férfi iránt, Szemere Pál iránt. Neki szerelmes leveleket írt, szerelmes verseket küldött, szerelmemnek szólította. Ez köznapi értelemben per definíció nem a szerelem. Ebben az irodalomtörténészek között nincs is vita, ezek tények. A vita, az okos vita, az abban állhat, hogy a szentimentalizmus időszakában, ebben a korszakban egy ilyenfajta szerelemérzésnek feltétlenül volt-e erotikus tartalma, vagy sem. Ez szerintem egy érdekes vita, és érdemes is róla beszélgetni Kölcsey kapcsán. A buta vita az pedig az, hogy lehet-e egyáltalán ilyet mondani a Himnusz című versnek a költőjéről. Mert hogyha ez nyilvánvalóan, hogyha ez nem Kölcseyről írtam volna, hanem Bacsány Jánosról, vagy valamelyik kortársáról, ez nem lett volna ebből semmilyen felháborodás, hiszen ők nem írtak himnuszt. Általában nagyon megnehezíti Kölcsey életművének az olvasását, vagy a megismerését, hogy ő írta a himnuszt. Miközben nagyon nagy szerencsénk van, hogy ilyen himnuszunk van. Egyszerűen nem látszik ki mögül-e az életmű nagy része. Ha egy átlagosan művelt, irodalomból érettségizett magyar embert megkérdeznek, hogy mit írt Kölcsey, akkor azt mondja, hogy himnusz, husz, talán parainézis és kész. Miközben elképesztően nagy költőről beszélünk, meg kritikusról, meg eszéistáról, és nagyon nehéz ettől megközelíteni. És én nagyon örömmel beszélgetek, vagy vitatkozom erről a témáról, annál is inkább, mert azok közül, a szerzők közül, akikről írtam, talán Kölcseyhez értek a legjobban, amikor én irodalomtörténetet tanítottam, akkor pont ezzel a korszakkal foglalkoztam, és azt hiszem, hogy ismerem Kölcseyt. És valóban nem ítélkeztem én ebben a történetben. Nagyon keveset tudunk Kölcsey magánéletéről, mert hihetetlenül zárkózott és önmagában bizonytalan ember volt. Ez tény, hogy 1800-as évek elején volt ez a szerelemérzés Szemere Pál iránt, de hogy előtte, utána volt-e neki beteljesült szerelmi kapcsolata bárkivel, nővel, férfivel, ezt nem tudjuk. Valószínűleg nem. Azt tudjuk róla, hogy ő egy, hát mai szóval élve egy ilyen depresszív, súlyosan depresszív alkat volt. Ezt úgy kell érteni, hogy volt, hogy másfél évig a birtokát nem hagyta el, ebből fél évig a háza küszöbét sem lépte át. Ekkor írta egyébként a himnuszt. Ennek már van köze ahhoz, hogy miért olyan a himnuszunk, amilyen. A magánéletének egyébként nem. De az biztos, hogy érdemes próbálkoznunk az, hogy megismerjük, hogy ki volt ő, mert egy nagyon különleges figurája ennek az időszaknak.
bizonyos értelemben előtte is járt a korának, másrészt meg hát egy nagyon nagy költő, egy közkincs az életműve, és akkor érdemes foglalkozni vele. De a kritikákat akkor jól viseli, és nincsenek álmatlan éjszakái a rossz kritikák miatt, vagy egyáltalán már a költsei régen volt, tehát az új könyvekkel kapcsolatosan nem olvastam ilyet. Inkább olyanok szoktak lenni, és a kritika önmagában az nem szokott megviselni, nem tudom én, a kritika egy természetes dolog, az lenne a baja, nem lenne. Az nyilvánvalóan az jobban zavar, hogyha kiderül, hogy elrontottam, hogy hülyeséget írtam, és ilyen apró dolgokban azért ilyen már előfordult, hogy nyilvánvalóan azokról az életrajzokról, amikről írok, mindig van, aki nálam sokkal-sokkal jobban ért, annak az életműnek a kutatója, és akkor kiderül, hogy valamit elrontottam, de ezek általában nagyon picike dolgok szoktak lenni, tehát olyan óriási még nem derült ki. De ez persze zavar, mert ezt nekem is észre kellett volna vennem. Valahol azt mondta, hogy 3-4 oldalnyi történethez akár 80 oldal jegyzetet is készít. Hát ez biztosan óriási munka. Hol és hogyan készülnek ezek a jegyzetek? Könyvtárban zömmel, illetve... Jaj, de jó helyen. Pontosabban, hát úgy, hogy mondjuk attól függ, hogy miről szeretnék írni, megnézem az interneten, hogy merről induljak el, hogy milyen könyvek fognak engem érdekelni, és aztán a könyvtárban elkezdem ezeket olvasni. És akkor ezekből készítek jegyzeteket, és aztán nagyon sokszor van, hogy teljesen másról írok, mert valamit találok abban a könyvben, ami izgalmasabb, meg érdekesebb. Úgyhogy nekem az írás része az a kisebbik része a munkának, hanem tényleg a kutatás, olvasás, felkészülés az, ami a fontosabb, vagy a nagyobb falat. És ráadásul az évnek a beosztása az ezt segíti, mert ugye nyáron bezárnak a könyvtárak, eléggé szomorú módon, és ezért nekem megvan, hogy nyár elejére már mindent ki kell jegyzetenem, és nyáron már csak írnom kell az ősszel megjelenő könyvet. Tehát tulajdonképpen a könyvtári intézményrendszer alapján dolgozom, mert így nem is lenne más választásom, mert általában a Budapesten a Szabó Ervin könyvtárba járok, és az bezár másfél hónapra, úgyhogy az szabja meg a ritmust. Irigyeljük őket, mert még 2 hetet vagyunk összesen zárva itt. Sose értettem, hogy legalább egy nagy könyvtár legyen már nyitva, hát nem csak egyetemisták vannak a világon, de mindegy. És ezt úgy kell elképzelni, hogy tehát egy kreatív igazgatóként dolgozik most. Tehát akkor mit csinál egy kreatív igazgató, és akkor mikor van ideje arra, vagy minden nap kutat, vagy szóval, hogy ez hogy kell elképzelni? Nem, ez csak úgy megy, hogyha az ember megpróbálja megtervezni, meg beosztani az idejét. Aztán majd mindjárt elmondom, hogy mit csinál egy kreatív igazgató, de ez nálam úgy van, hogy nekem remek munkahelyem van, és én úgy állapodtam meg a főnökeimmel, hogy van nekem minden héten 2 napom, ami úgynevezett szerzői nap, akkor járok könyvtárba, meg akkor jövök ide, és ez a szerda meg a csütörtök, és hétfőn, kedden meg pénteken pedig a munkahelyemen vagyok általában, aztán van, amikor ez felborul, de nagyjából erre törekszem, és akkor tulajdonképpen az írást is ez alakítja, az persze nem csak szerdán meg csütörtökön írok, de nagyjából a köré van szervezve, és akkor még ott vannak a hétvégék. A kreatív igazgató meg azt jelenti, hogy én 2015 és 2016-ban 2 könyvkiadót vezettem, a Magvető könyvkiadót meg az Athénaum könyvkiadót, és aztán kiderült, hogy ez nagyon-nagyon sok időt meg energiát igényel, annál is inkább, mert ugye a könyvkiadás az egy nagyon szép, de nagyon összetett és bonyolult szakma, abban műszaki, jogi, marketing, meg egyéb mindenféle ága-boga van, és ezért főleg a jogi része az nagyon sok időt vett el, a szerzőjogi szerződéseknek a megkötése, és aztán kiderült, hogy ez együtt a szerzői tevékenységemben már nehezen menedzselhető, és akkor váltottam erre a területre, amit tulajdonképpen minden olyan
feladatot magához vonz a könyvkiadásból, ami az olvasókkal kapcsolatos. Tehát az olvasókkal való kapcsolattartás, annak a kipuhatolása, hogy mit szeretnének olvasni, meg ötleteknek a kitalálása. Tulajdonképpen ezzel foglalkozom a Líra csoportnál, aminek van 8 darab könyvkiadója, és hát ezekkel az ügyekkel foglalkozom. Ilyen kreatív igazgató nálunk is el kellene néha itt a könyvtárban, hogy tényleg hogy lehetne ezt jobbítani, ezt az olvasási szokást. Ön nagyon nyitott ember, és aki kíváncsi, az nagyon sok mindent megtudhat magáról. Ugyanis a YouTube-on is, hogyha beírjuk, 2190 találatot írt. A YouTube-on, Jézusom. Igen, igen. Így azt is tudom, hogy nyaralás közben is dolgozik, mert hogy nem tud kikapcsolni. Nem, hát szeretnék kikapcsolni, de mindig az történik, hogy megfogadom, amikor éppen most adtam le a legújabb könyvemnek a kéziratát a hétvégén, és akkor mindig megfogadom, hogy ilyet még egyszer soha többé, hogy egész nyáron dolgozni kelljen, hanem már most, hogy leadtam, holnap akkor elkezdem a következőt, ilyet soha. De ezt még egyszer se sikerült megcsinálnom, és ezért végig egész nyáron dolgoznom kell, és persze sokkal kellemesebb egy tengerparton könyvet írni, mint Budapesten, de azért nem ugyanaz, mint egy tengerparton nem könyvet írni, hanem nem tudom én figyelni csak, hogy mi történik a világban. De hát ezt nem sikerült elérnem idén sem, de attól az még persze jó. És a családja, a lányok ezt tolerálják-e? Tulajdonképpen igen, vagy hát már hozzászoktak, hogy én ilyen laptoppal nyaraló vagyok. De azért szóvá szokták tenni, hogy most még itt vagyunk már egy hete, és még a tengerben sem voltam. De hát majd jövőre már nem. Igen, apa így szeret nyaralni. Nagyon kedvelem az utolsó írását, a játékok és szenvedélyekben ilyen különc figurák történeteit meséli el. És hol talál rá egyáltalán ezekre a kultúrtörténeti kis csemmegékre, meg történetekre, tehát hogy levéltárba, vagy mert most én bemehetek én a könyvtárba, a Szabó Ervin könyvtárba is, könyvtárosként is, nagyon feladná a leckét, hogy én ilyesmit. Pedig könyvtárból. Na, én levéltári anyagot nagyon-nagyon ritkán használok. Akkor, hogyha elbizonyítanok, hogy keresek céltudatosan valamit, és akkor megkérek egy levéltáros ismerősömet, hogy akkor ebbe segítsen, de alapvetően 95%-ban könyvtár. Ott azért minden megvan, csak hát valószínűleg nekem a kíváncsiságom másmilyen természetű, tehát, hogy lehet, hogy van egy lábjegyzet egy 500 oldalas monográfiában, és engem az érdekel, és akkor azt próbálom megtalálni, vagy az ember kihúz egy hajszálat, és jön vele egy egész hullaj, és akkor nem tudom, szóval nekem ezek így találom ezeket a történeteket, vagy egyszerűen csak hallok egy nevet, és semmit sem tudok róla, és elkezd bosszantani, hogy de hát miért nem tudok én erről, és akkor... Például egy utca név, amikor az embernek fogalma sincs, hogy kiről nevezték. Ez pontosan megtörtént, hogy valamikor 2011-12 környékén volt Budapesten egy újabb utca név, utca átnevezési hullám, és akkor azt láttam a híradóban, hogy a Békásmegyeren a Magyar József utca lakói tiltakoznak az átnevezés ellen, hogy ők ezt nem akarják, és akkor a riporter odament az utca egyik lakójához, hogy de hát, hogy miért tiltakoznak, mert hogy ez már 50 éve Magyar József utca, de hát tudja, ki volt Magyar József, fogalmam sincs, de nem is érdekel, ez maradjon. És akkor ezzel jót szórakoztam én, és aztán elszegyeltem magam, hát én se tudom, hát akkor... És akkor elkezdtem utána menni, és kiderült, hogy nagyon megérdemli Magyar József, hogy legyen róla a utca. Szerencsére aztán nem is szüntették meg az utcát, mert az egyik utolsó magyar polihisztor, aki egyébként a könyvtári tevékenységével is már megérdemelni, de ő volt a gyermekkönyvtári hálózatnak a megalapítója a 20. század elején, de mellesleg a védőnői hálózatnak is, az anyatejelosztásnak, meg lexikonszócikkeket írt, meg fogorvos volt, és olyan szabadalmai voltak, hogy teljesen ilyen kora előtt járó, a porcelánhidat ő találta ki. Tehát elképesztő, volt benne 5 különböző ember tulajdonképpen.
Ráadásul szegény egy ilyen romantikus kommunista volt, és mint a romantikus kommunisták általában, és a gulágon halt meg. Tehát egy megemlékezésre méltó figura, aki is nagyon sok jót tett, és ha nincs ez a híradóban, hogy ottan valaki nem akarja, hogy elvegyék az utca nevét, akkor szégyen szemre nem foglalkoztam volna vele, vagy nem került volna elő. Volt-e a kutató munkája során olyan ember, aki csalódást okozott önnek? Tehát úgy, hogy soha nem gondoltam volna róla. Na, ezt már aztán nem gondoltam volna róla. Hát, hogy olyan nagy csalódást, hogy elszomorodjak rajta, olyan nem. Inkább olyan történt, tulajdonképpen most is, de mondok egy régebbit, hogy én nagyon szeretem Kassák Lajost. Nem is elsősorban, mint költött, hanem mint képzőművész. És akkor írtam a magánéletéről, és hát kiderült, hogy nagyon-nagyon cudarul bánt a feleségével, aki egy igen kiváló asszony volt. Hogyha nincsen Simon Jolán, akkor lényegében nincs magyar avangárd sem, mert a hátán vitte ez a nő az egészet, és ő szervezett mindent, ő terjesztette a folyóiratokat, és ehhez képest Kassák tényleg nagyon rosszul bánt vele. De aztán az ember, amikor elkezdi megírni egy ilyen párkapcsolatnak a történetét, akkor óvatatlanul eszébe jut, hogy azért ez mindig két emberen múlik. Tehát, hogy ő meghagyta, és nyilvánvalóan persze őt lehet ezért kevésbé károsztatni, de ez egy olyan párkapcsolat, amiben mind a ketten aktívan tettek azért, hogy ez ne legyen olyan nagyon jó. Tehát azt nem mondom, hogy szimpatikusabb lett Kassák, de ettől még nem gondolom azt sem, hogy kevésbé lenne számomra fontos, amiket ő csinált. Általában azért az a helyzet, és ebben is speciális a magyar olvasó, vagy a magyar kultúra. Pont attól, hogy szeretünk ilyen nagyon kultikusan viszonyulni szerzőkhöz, ezért nehezen választjuk el egymástól az életművet, meg az életrajzot. Ami azt jelenti, hogy ha valaki egy zseniális művész volt, és nagyon szeretjük, akkor óhatatlanul szeretnénk azt hinni, hogy ő egy remek ember is volt. Tehát, hogy az élet minden területén ő egy példakép. Pedig hát az lenne furcsa, hogyha így lenne. Hát volt köztük ilyen is, meg olyan is. Ez egy angol szász olvasónak, vagy egy franciának, ez nem jelent semmi. Tehát, hogy ez nem várja el. És ez fordítva is igaz, tehát, hogy aki nem volt minden pillanatban zseniális, mint szerző, vagy író, akkor azt nem gond, akkor ezt vagy az életrajzához is máshogy viszonyulunk. Mondok egy példát. Ugye néhány évvel ezelőtt a politika fedezte fel újra Nyírő Józsefet. És ugye háromféle olvasat jelent akkor meg, vagy lehetett így olvasni. Hogy az inkább baloldali olvasók azok azt mondták, hogy hát de hát Nyírő József a Nyilas Parlamentnek a tagja volt, meg borzasztó dolgokat képviselt, következésképpen nem lehet jó író sem, ez egy tehetségtelen figura volt. Az inkább jobboldali olvasók azt mondták, hogy hát Nyírő József milyen szép novellákat írt, és senki sem írt olyan csodálatosan a székelyek életéről, mint ő, és hát lehet, hogy egy picit nyilas volt, de ezt felejtsük el, ne azt nézzük, hanem az élet művet, és egyébként meg ne foglalkozzunk ezekkel a politikai kilengéseivel. És volt egy szélső jobboldali olvasat, akik meg azt mondták, hogy igen, ez egy nagyon jó író, és egyébként nyilas is volt, és ők a maguk részéről mindkettőnek örülnek. És bizonyos értelemben, leszámítva az értékítéletet, nekik volt igazuk. Mert Nyírő József tényleg nyilas volt, menthetetlenül az volt, tehát nem kis nyilas volt, hanem fekete öves nyilas. És emellett pedig egyáltalán nem volt rossz író, sőt. Korai novellái azok nagyon fontos novellák, és ha semmi más nem csinált volna, csak megírta volna a Szűcs István által rendezett Emberek a Havason című filmnek a forgatókönyvét, mint ahogy meg is tette, akkor már helye van a magyar kultúrtörténetben, de egyébként pedig, hát mint író, hanem mint ember, bizony nem a dicsőségfalra való a neve. De ez máshol nem okoz ilyen problémát. Hogyha beírjuk a Google Maps keresőbe, hogy van-e Ezra Pound Street Amerikában. Ugye Ezra Pound Eliot mellett megújította az angol szász költészetet, minden tankönyvben ott szerepel a neve Amerikában, egy nagy költő volt. De nincsen Ezra Pound Street.
Egy van Kanadában, Egyesült Államokban nincs. Mert amikor az ő honfitársai a fasizmus ellen harcoltak a II. Világháborúban, akkor ő bizony Rómában Mussolininek lengette az ászlót, tehát nem volt egy remek ember. De ezt megoldják úgy, hogy a tankönyvekben ott vannak a versei, és ott van az életrajza röviden, és ott van, hogy hát bizony nem volt egy remek ember. De nem satírozzák ki az életművet, meg nem is tagadják el, hogy ő egyébként ki volt. De ugyanez a helyzet, hogyha Ferdinand Selint nézzük a francia irodalomban, vagy Hamsunt a Norvégban. Tehát ez máshol kevesebb problémát okoz, mint nekünk. Mi nem nagyon szeretünk ezzel szembesülni, pedig érdemes Nyírő Józsefet olvasni, és érdemes tudni, hogy egyébként ő ki volt. És ha már oktatóként is dolgozott meg, ilyen jól belelát az oktatásnak a dolgaiba, a tankönyvírók nem keresték meg, vagy tankönyvírásra nem biztatták még? Nem értenék én, ez nem is kerestek, nem is így dől el ez, tehát, hogy ugye központi tankönyvek vannak, és ott meg vannak a szerzőik, de hát az nem elég tudni, írni, meg elmesélni történeteket, ott azért pedagógiai, metodikai dolgoknak is meg kell felelni, és én nem vagyok gyakorlott pedagógus, tehát én erre nem lennék jó, ötleteim lennének persze, és azt szívesen adok is, hogyha egyszer így alakul a helyzet, de nem lennék valószínűleg jó tankönyvíró, mert az egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat. És ez csak mondta, hogy oktatott a Pécsi Egyetemen, azért gondoltam, hogy tanári egyetemen, diploma is hát a legkönnyebb, van. Ha valahol könnyű tanítani, akkor az egyetem. Mert ott az ember szabadon arról beszél, ami őt érdekli, a saját kutatási területéről, és a hallgatók pedig szintén nagy szabadsággal azt hallgatnak, amit akarnak. Más kérdés, hogy aztán végén miből vizsgáznak. De hát egy középiskolában, vagy egy általános iskolában ott sokkal-sokkal nehezebb dolga van egy tanárnak. Tehát én nekem nagyon nagy szerencsém volt egész életemben, mert remek tanáraim voltak középiskolában, meg általános iskolában is. Én nem tudnám valószínűleg jól csinálni ezt, mert az más elmenni egy gimnáziumba és tartani egy órát, hát az persze az ember ott tudja, hogy miről akar beszélni, de olyan dolgokról is tanítani, ami nincs az ember érdeklődésének a gyújtópontjában, átállítani naponta 50-szer, hogy most miről kell beszélni, az egy nagyon nehéz dolog, én nem tudnám. És mind dolgozik most, mert van készülőben valami? Igen, most adtam le, és most már ilyen szerkesztési, meg képválogatási feladatok vannak. Levelekről írtam egy könyvet, hát nem egy botanikai könyv, hanem a levél műfajának akarok valamilyen módon az előtt akarok tisztelegni. De ez nem az a könyv lett, amit eredetileg terveztem, mert én is szembe találkoztam a kronológiai olvasatnak a problémáival. Én is azt gondoltam, hogy én egy olyan háromrészes könyvet írok, amiben kiválogatom egyszerűen a szerintem legfontosabb 4-500 magyar levelet, és azokat teszem bele, és azokról írok a háttértörténetekről, három különböző részben, kronológiai sorrendben. És elkezdtem írni az első részt, ugye 1800-tól 1980-ig, és ez nehéz természetesen olvasni. És hogyha töményen ezek jönnek egymás után, akkor az oltatlanul megszűri az olvasókat, ami azért probléma, mert akkor egy második résznél sem fognak már csatlakozni, nem beszélve a harmadikról, amit pedig már könnyű lenne. És akkor erről így menet közben lebeszéltem magam, és aztán közben annyi jó levelem összegyűlt 1848-49-ből, és arra gondoltam, hogy azt viszont mindenki ismeri, tehát aki végigállt 20 március 15-i ünnepséget, azoknak ezek ismerős figurák. Úgyhogy ez most csak 1848-49-es levelekről szól. Kicsit ilyen alulnézetből, vagy meg felülnézetből, tehát nem csak a nagy történelmi személyek levelei vannak benne, hanem az utca emberéjé, a hétköznapi emberek, hogy látták ők, hogy látta egy pesti polgár március 15-ét, meg az utána következő dolgokat, vagy a honvédek a fronton, hogy látták, és akkor ezeknek a háttértörténetei, meg maguk a levelek. És ennek ugye az is ad aktualitást, hogy jövőre kerek évforduló van, 170 éve lesz március 15-én a forradalomnak a születésnapja. A műfaj az pedig mindig fontos volt nekem, a levél,
Mert itt én ezekkel dolgozom. Ez egy fontos dokumentum. Tehát naplókkal, visszaemlékezésekkel, memoárokkal és levelekkel főleg. És hogyha az ember fölidézi maga elő, hogy mi jut eszébe arról a szóról, hogy levél, akkor általában egy kézzel vagy géppel megírt, de mindesetre véglegesnek szánt papíron levő dologra gondolunk, amit elküldünk valakinek postán. Na, ebben a formájában az életciklusa végén van a levélműfaj. Valószínűleg amíg emberi civilizáció van, mindig lesz valamilyen módon levél, hát e-maileket küldünk, de ez nem csak a hordozóját tekintve más, mint az írott levél, hanem azért is más, mert az azonnaliságot feltételezi. Nem végleges dolgokat írunk le, mert bármikor lehet javítani, még egy e-mailt elküldeni, röviden írunk. Tehát az a klasszikus levélműfaj, az tulajdonképpen véget érőben van. Nekem meg fontos, meg szeretem, és sok ilyen levéllel dolgozom, úgyhogy bizonyos értelemben ezért is írom ezt a könyvet. És hát jó is elmerülni, tehát ezek rövidke történetek lesznek, és maguk a levelek is viszik előre a sztorit, úgyhogy most éppen ezt fejeztem be. Véget ért a szabadságharc bukásával ér véget ez a könyv? A megtorlással, tehát körülbelül 1848 elején indult, tehát egy kicsit az előtörténet is benne lesz, és 1849 decemberében van vége, tehát a megtorlásnak a legsötétebb időszaka is benne lesz még. És aztán ezzel a Kovács Krisztával való kapcsolatáról kérdezném, illetve a szakmai kapcsolatról, hogy ennek a könyvnek egy CD melléklete is van. Most, amikor érkeztek a kedves vendégek, akkor én ezt tettem be, illetve hát kedves kollégám ezt tette be, hogy ilyen még nem volt. CD mellékletes könyve még nem volt. Hát nekem végképp nem. Az történt, hogy Kovács Krisztának volt egy hasonló könyve, egy ilyen CD-s könyve két vagy három évvel ezelőtt, ahol Nádasdy Ádám írta a szövegeket, ez budapesti helyszínekről szólt. És a Kriszta dalokat énekelt, és ez rákerült egy CD-re, Ádám megírt hozzá ilyen kis novellaszerűségeket. És aztán tavaly valamikor év elején ismét fölkérték Nádasdy Ádámot, hogy akkor most erre a játékok és szerelmek tematikára írjon történeteket, de ő akkor éppen egyébként az én megbízásomból, már akkor még én voltam a magvető igazgatója, a Dantét fordított, és hát nem volt rá ideje. És akkor hát így, ha ló nincs, a szamár is jó, így keresett meg engem Kriszta, akivel már dolgoztam előtte más ügyekben, és akkor már csak azért is, mert hogy elvettem tőlük Nádasdy Ádámot, ezért aztán vállaltam ezt a... De jó, olyan nagyon könnyű volt Kovács Krisztával, meg a dalszövegíróval, Fábri Péterrel, aki egyébként a férje Krisztának együtt dolgozni, mert ők csak egy dolgot mondtak, hogy itt vannak ezek a dalok, minden dal egy-egy játékról szól. És hogy tulajdonképpen ez az egyetlen kötöttség, nekem nem a dalokról kell írnom, hanem azokról a játékokról, ami eszembe jut. És nekem meg ezek a történetek jutottak eszembe, úgyhogy ez így készült ez a könyv. Bizonyos értelemben felkérésre, másrészt meg azért nagyon szabadon lehetett dolgozni. És Nyári Krisztián is szenvedélyes játékos, van-e olyan, amit szeret, kártya vagy... Ilyen tételes játék, már társas játékozni szeretek, tehát a gyerekeimmel mindenféle társas játékokat játszunk, de inkább az élet mindennapi játékait azt szeretem. De hát ezt szerintem mindenki szereti, az ember egy játszó lény. De egyébként a játékot, mint tárgyat is persze. A bizonyos társas játékokkal nagyon jól le tudjuk foglalni magunkat. Illetve most a legklasszikusabb játszási élményem az volt, hogy elmentünk a gyerekeimmel nagyon felnőttesen Koppenhágába egy hosszú hétvégére, és megnéztünk mindent, amit ilyenkor meg kell, múzeumot, nem tudom, és elmentünk a Lego múzeumba, ahol van egy akkora szoba, mint ez, kizárólag fehér színű legók, így térdig áll.
És akkor mondtam, hogy jó, akkor amíg itt vagytok, akkor azt még várok egy fél órát, addig nyomogatom a telefonomat. És az lett a vége, hogy ez délelőtt 10-kor volt, hogy záráskor mondták, hogy most már akkor menjünk el, ott ültünk, és építettünk így hárman, és láttam, hogy jönnek be meglett felnőtt emberek, és hát egyszer nem lehet ellenállni ennyi legúrnak, és elképesztően jó dolgokat építettünk, tehát az ember játékos. Úgyhogy, de nem ezért kértek föl, hogy ezt tudták volna rólam, hanem egyszerűen. Beszéltünk arról, hogy a jövő nyári Krisztiánjának azért nagyon nehéz lesz, hogyha nem, tehát nem most ezt idézőjelben értem, hogy valóban tényleg ezek az adathordozók már egészen mások. Tehát egészen akkor mi az a kor, ameddig visszamegy? Tehát mindig már nem élő emberekről ír történeteket, tehát a mai világban is vannak nagyon érdekes emberek, körülöttünk is, de még én sem tudom őket egyértelműen megítélni, tehát a híradások miatt, de tényleg nem hagyunk nyomot, tehát nincsen írott napló, nincsenek levelek, amiket elmondott. Azt mondanám, hogy ez is teljesen átalakult, mert nem igaz, hogy nem hagyunk nyomot, bizonyos értelemben nagyon sok, túlságosan is sok nyomot hagyunk. Tehát, hogyha végig gondolja mindenki, hogy csak a Google és a Facebook mennyi nyomot hagy rólunk, meg egyébként a digitális térben mi minden van. Hát inkább az lesz a nehézség, amikor a jövő történészeinek, vagy irodalom történészeinek, hogy ezeket mit kezdjenek ezzel az irgalmatlan adat halmazzal. Főleg a történészeknek, akiknek adatbányászatot kell tanulni majd. Ugyanakkor a hagyományos szöveges emlékek azok tényleg nehezebben hozzáférhetőek. De van egy másik dolog, hogy amellett, hogy nagyon sok nyomot hagyunk, ezeknek egy részét titkosítjuk. Tehát nem olyan könnyű ehhez hozzáférni. Papíron meg nagyon sokkal kevesebb nyomot hagyunk, meg nem látszanak folyamatok. A történészeknek is nehéz dolga lesz. Én az irodalom történészekét, filológusokét tudom jobban átérezni. De hát gondoljanak abban, hogy 1848-ról beszéltünk, hogy azt pontosan tudjuk, hogy nézett ki a Nemzeti Dal első szövegváltozata, mert megmaradt papíron, ott van, hogy rajta magyar, át van húzva, és fölé írta Petőfi, hogy talpra magyar. Most egy kortárs költő, ugye a szövegszerkesztőben, a Wordben ír, kitörli, kicseréli, sose tudjuk meg, hogy ez hogy történt. Mi volt az előzmény, hogyan alakult, nincsenek ilyen típusú dolgok, nem állnak a rendelkezésünkre. Nem tudom, miből fognak dolgozni, hogy a Winchesteren egy kitörölt fájban azt találtuk, vagy az el nem küldött SMS-ek között, nem tudom. Szóval ez biztos, hogy egy nehézség, de természetesen nem ezért nem foglalkozom én kortársakkal, hanem két oka van. Az egyik, hogy amikor magánéletéről írok valakinek, akkor mindig szembe kerül egymással a megismerésnek, a tudományosságnak, vagy egyáltalán az ismeretterjesztésnek az érdeke, meg a személyes szféra védelme. Ezért én általában az 1970-es éveknél újabb történetet, már hogy maga a történet szál, a bonyodalom az annál régebbin kell, hogy legyen, nem szoktam írni, mert akkor túl sok az a személyes érintettség benne. Ez mindenkinek dilemma, nem csak nekem, hanem rendes irodalom történészeknek is, hogy mihez van jogunk és mihez nem. Majd utána mondok is egy példát. De hát azzal szoktam egyébként író barátaimat vigasztalni, hogy hát először szépen meg kell halni, és aztán várunk 30 évet, és akkor majd meglátjuk, hogy érdekes-e még az, ami vele történt. De valójában meg nem csak a magánéletnél, hanem mindenféle élettörténeteknél nekem kell egyfajta rálátás, hogy az egészet valahogy mérlegre lehessen tenni. A kortársaknál ez nehezebb. Nem is nagyon vesszük észre a kortársainknál, hogy mi az igazán jelentős az ő munkásságukban. Nem is olyan könnyű ezt észrevenni, meg ez egy másfajta készséget igényel. Tehát ugye én dokumentumokból próbálok kirajzolni, kirakni mozaikokat. Az élő kortársakkal ez nem így van. Mondjuk Beher Iván volt olyan, hogy leült valaki mellé a vonaton, és úgy szálltak le, hogy tudta az egész életét, és ezt meg is írta.
Ma is vannak azért ilyen nénik. Igen, de ez egy másfajta készség, és ezt nagyon tisztelem, de én nem ilyen vagyok, nem ebből dolgozom, tehát nekem kell egyfajta rálátás, egy teljes véletműre, és hát ezért aztán én olyanokról írok, akik már nem élnek. Nekem ez a... de nem is szólnak vissza. De hogy ez mennyire nehéz, mondok egy példát, van egy idős szegedi irodalomtörténész professzor, most már elmúlt 90 éves, és Péter Lászlónak hívják, és ő írta egy történetet arról, hogy Szabó Lőrincnek élete végén volt egy élete utolsó szerelme, az írt egy versciklust. A verseket külön-külön ismerjük, de az, hogy ez egy ciklusban rendeződik, mi a mögötte levő történet, amiből jobban megérthetők maguk a versek is, azt nem tudtuk. És ezt hosszú filológiai munkával feltárta, megtalálta a múzsát is, a hölgyet is, aki ezzel szólt. Csak hát az volt a probléma, hogy ez egy másik nagyon jelentős 20. századi magyar költőnek a felesége volt. És ezt megírta, elküldte több folyóiratnak, és azt mondták, hogy hát ez tényleg így van, meg nagyon érdekes, de hát amíg él, ugye mindenki halott a szereplő közül, tehát amíg élnek az unokák, nem tudom, hát azért mégiscsak, hogy megtudják, hogy a nagymama megcsalta a nagypapát, nem olyan. Aztán végén megjelent ez, ugye 3 évvel ezelőtt a 2000 című folyóiratban, tehát ma már tudható, hogy arról van szó, hogy Szabó Lőrinc élete utolsó szerelme Kozmuca Flóra volt, I.S. Gyula felesége, egyébként József Attila Flórája, és ott volt egy szerelmi viszony, ami két szempontból nagyon jelentős. Egyrészt, hogy van egy nő a magyar kultúrtörténetben, akihez 3 ilyen jelentős költő írt verseket. Másrészt meg nagyon hiányzik a magyar költészetnek a korpuszából ez az időskori szerelem. Vagy nem is időskori, ez az 50-es éveikben jártak mind a ketten. Tehát fiatalkori szerelmes versből persze nagyon sok van, és van egy-kettő igazán időskori, Vas Istváni. De ez az 50-es korosztály, ez nincs is igazán képviselve, és ezek pont ilyen versek. De végig fölmerült, hogy most ez mihez van nekünk jogunk megismerni, és mi az, ami a személyes szférának a védelme. Annak idején, amikor a 60-as években megjelent szintén Szabó Lőrincnek a 26. év című versciklus, akkor a családja gondolta azt, hogy ránk tartozik az az információ, hogy ezt nem a feleségéhez írta, hanem az öngyilkossá lett szeretőjéhez. Mert egyszerűen a megértéshez is hozzá tartozik, hogy ezt az információt tudjuk. Ez mindig dilemma, és ezért nekem segítség mindig távolabbi dolgokról írni, hiszen ott ez már kevésbé jelenik meg. Én nagyon-nagyon megköszönöm Nyári Krisztiánónak ezt a írólvasó találkozót, hogy itt volt velünk, és megtisztelte a karcagi olvasó közönséget. További szép estét kívánok Önöknek is. Köszönöm.